Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Tiki Farmon! Szeretném neked bemutatni a házilag készített keltetőgép kísérleti eredményét. Hát sajnos kicsit megkésve, mert már majdnem 4 hetesek, illetve holnap lesznek 4 hetesek a idény. Hát a kelési eredményre nem vagyok nagyon büszke, mert a 113-ból sajnos csak 54 darab lett, és volt, amelyik így 16. nap esett ki, tehát belefulladt, megállt a fejlődésbe az embrió, tehát sajnos azt kellett dobjam. De amúgy végeredményben szépen keltek, mert már pontot vannak közben itt. Végeredményben szépen keltek, mert már a 19. napon megkezdték, és már a 21. nap már mindenki kint volt. Van egy kettő benne, ami úgy még kisebb és visszamaradott, de ez majd úgy is utol fogja érni őket, vagy majd úgy is utoléri a többieket. De ez idő még. Ugye látjuk itt fönt a bal felső sarokban is, hogy van egy picike, ami úgy kicsit úgy oda van, de szép, egészséges és eszik rendesen, tehát itt semmi gond nincs velük. Jelenleg most kukorica, darát, szóját és takarmány kiegészítőt kapnak, mert sajnos elfogyott a tápom. Valójában nem is nagyon szeretném őket tápozni, de azért az első hetekben még kellene nekik az a GMO táp és a gyógyszeres indító táp, hogy megkapják a szükséges vitaminokat. És ugye a gyógyszeres indító tápok benne van a koktóris elleni gyógyszer is, úgyhogy azt kellene nekik, az majdnem sokára pótolva lesz. Addig is kukorica, szója és takarmány kiegészítőt kapnak darab formájában. Meg persze konyhai hulladékot, zöld hulladékot, jogurt is szedtem már neki, azt is szépen eszegetik, de azt is óvatosan azért, hogy úgymond a szervezetük átálljon erre a zöld takarmányra is, mert hogyha hirtelen kapják meg, akkor asztmenést okoz neki, ami akár végzetes is lehet. Sima vizet kapnak, nem kamillázom őket, szépen nőnek. 4 hetesek lesznek, 54 darabban. Úgyhogy azért ahhoz képest, hogy kísérleti keltetés volt, ahhoz képest meg vagyok elégedve velük, mert szépek, egészségesek és tényleg semmi gond nincs velük. Amint láthatjátok, szép elemenek. Úgyhogy hát ennyi lett volna ez a kis rövidke videó. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornámra. És hogyha bármiféle kérdésetek van, komment szekcióba nyugodtan tegyétek fel, és válaszolni fogok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!